Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt, és köszönöm a meghívást. A vírushelyzet folyamatos kezelésén túl természetesen egyfolytában dolgozik a parlament. Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb kérdései, napirendi pontjai? Az országgyűlés a pandémia alatt is folyamatosan dolgozott, dolgozik most is, sőt az elkövetkező időszakban már heti rendszerességgel lesznek szavazások, és igazából két fő témakörre lehet szűkíteni a működést. Az egyik az a törvényhozások a mindennapi tevékenysége. Ilyen esetben mondjuk az illetéktörvénytől kezdve a különböző gazdasági szabályokon át a legkülönbözőbb területeken hoz döntéseket, de fontos döntéseket hozott a járványhelyzettel kapcsolatban is, ezekkel mindenki szembesülhetett. A legfontosabb az, hogy a kormány a megfelelő meghatalmazással rendelkezzen azért, hogy a különböző intézkedéseket, az egészségügy, a határőrizet vonatkozásában, fejlesztések vonatkozásában meg tudja tenni. Itt talán a legnagyobb feladat az volt, hogy maga az egészségügy átalakítása, reformja az itt a járvány alatt kapjon egy lendületet, hiszen meg kellett felelni egy olyan kihívásnak, amire nem volt példa az elmúlt időszakban. És az látszik, hogy az embereknek az egészségi állapota mindenkinek fontos, sőt az is, hogy vannak, akik politikai nyerészkedésre akarják felhasználni ezt a mostani helyzetet. Elég itt a különböző vakcinák körüli vitákra felhívni a figyelmet, hogy most a nyugati vagy a keleti, melyik a jó, melyiket nem fogadják el, és itt aztán az oltás ellenes hangulatkeltés is megjelent a parlament falai között. Én egyébként azt mondom, hogy hát érdekes az, amikor azt mondják, hogy hát akár egy orosz vakcina az nem megfelelő, miközben a védőoltások legnagyobb részét ebből a forrásból kapjuk, vagy a kínai vakcinára mondják azt, hogy nem elfogadható, idegenkednek tőle az emberek, olyan emberek, akiknek egyébként kínai gyártmányú mobiltelefon van a kezében, kínai az okosórájuk, a számítógépük, a laptopjuk, és mégis tartózkodnak, miközben a magyar hatóságok valamennyi belföldön forgalomba kerülő gyógyszert megvizsgálják, engedélyezik, amelyik nem megfelelő, az pedig a felhasználás szempontjából az országhatáron kívül tartják, azok nem kapnak engedélyeket. Tehát a parlamenti munka és annak a leágazásai azok ebbe az irányba mutattak és mutatnak. Én annak is örülök, hogy az egyetemeknél egy működőképes, nyugaton már bevált modell irányába történt döntés hozatal, alapítványi működésre térnek át az egyetemek jelentős részben. Ez biztosítja azt, hogy az egyetemi autonómia, a különböző hivatali apparátusoktól való függés csökkenés által erősödjön. Tehát az egyetemi autonómiák olyan keretei lesznek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az egyetemek versenyképesebbek legyenek, az ott szerzett tudás a diákok számára a munkaerőpiacon erősítse a boldogulást, és azt, hogy ki tudják teljesíteni a tehetségüket. Én korábban voltam évtizedekkel ezelőtt Finnországban, és egyszer megkérdeztem, hogy hát ott hogy van az egyetemnek a finanszírozása, mennyit ad az állam, milyen a költségvetés, és mondták, hogy hát igazából ők nem nagyon tudják, mert minden egyetem alapítványi keretek között működik, egy egyetemnek tudnia kell magát eltartani a különböző külföldi diákok által fizetett térítésekből, a kutatási pénzekből, amikre szert tud tenni a tudományos vonatkozású cikkek, találmányoknak a jogdíjaiból, és így egészen jó anyagi körülmények között tudnak működni. Nyilvánvaló, hogy ez a modell, amely Európában sok helyen működőképes, Magyarországon is sikeres lehet. Ugyanakkor ez nem egy privatizáció, nem egy kiszervezés jelent, ezek olyan közalapítványi formák, amelyet adott célra rendelt vagyontömeggel, jogi keretek között működnek, és az oktatásra vonatkozó szabályok azok érvényesek rájuk. Épp úgy, hogy azokra a most is alapítványi formában működő egyetemekre, illetve egyházi intézményekre, magánegyetemekre, amelyek Magyarországon jelenleg is tanítanak képzést, továbbképzést folytatnak. A védőoltásokhoz kapcsolódva ütemesen zajlik az oltási program, bőven meghaladtuk már a 4 millió beoltottat. Miért fontos a 16-18 éves korosztály beoltása, és hogy a továbbiakban is ennyire ütemesen zajlódjon a program? Az oltás az egyetlen biztos védelmet adó megoldása, egyetlen olyan
egészségügyi segítség, ami megvédhet bennünket a járványtól, és látszik az, hogy ahogy telt az idő, ez az egészen elképesztően agresszív betegség, ez alkalmazkodott a környezethez, alkalmazkodott a lakossághoz is, és egyre újabb és újabb korosztályokat fertőz meg. Először az időseket, utána a középkorúakat, most pedig már látszik az, hogy egészen fiatalkorúak váltak a járvány áldozataivá. Tehát én azt tartom a leghelyesebbnek, hogyha lehetőleg mindenkit, akit lehetséges, és kéri az oltást, ebben a ellátási formában részesítünk, kapják meg a védőoltást minél többen, és akkor a járvány meg fog szűnni. Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést hozott, vezetett be a családok, a gazdaság megsegítésére a vírushelyzetben, és ugye ez azóta is tart. Fókuszáljunk a mezőgazdaságra, illetőleg az élelmiszeriparra. Ott milyen gazdaságsárkentő élénkítő programok születtek? Hát vidéken élünk, ennivalót mindenki fogyaszt, sokan termelnek is, ezért külön kiemelendő az a több ezer milliárd forintos program, amit a kormány a közelmúltban meghirdetett. Ennek a célja a vidékfejlesztés, azon belül a termelő és feldolgozó kapacitásoknak a bővítése. Itt különösen fontos, hogy az állattartó telepek, a növénytermesztést kiszolgáló géppark, raktárak, különböző termelőbázisok fejlődjenek, beleértve az öntözést is, és az élelmiszereknek a feldolgozása is egy kiemelt feladat, hiszen alapanyagot termelünk, az alapanyagnak körülbelül 60-70%-át dolgozzuk fel jelenleg Magyarországon. Tehát búzának, kukoricának, a megtermelt rizsnek, a különböző húsféleségeknek egy jelentős részét feldolgozzuk. Vannak olyan részek, amelyeket magas feldolgozottsági szintig tudunk vinni, tehát vegyünk egy ilyen példát, hogy feldolgozás az, hogyha a búzából lisztet állítunk elő, és még magasabb szintű feldolgozás, hogyha mondjuk péksüteményt, és még annál is nagyobb üzlet, hogyha tartós süteményt, tehát akár nápolyit, vagy linzet, vagy olyan terméket tudunk előállítani, amit exportálni is lehet. Ez a példa mutatja azt, hogy itt van előttünk egy komoly piaci lehetőség. Hát, hogyha most megnézzük az üzletek kínálatát, akkor látszik, hogy mondjuk az oszták nápolyi, a lengyel ilyen kis édes sütemények ott vannak a polcokon. Vannak persze magyarok is, tehát azért van mondjuk magyar keksz, vannak magyar sütemények, de a magyar konyhának a teljesítményeit így tudnánk eljutatni külföldre, hogyha minél több feldolgozott termék lenne mondjuk ebből a műfajból. De ez érvényes a húsárúra, a tejtermékre is valamennyire. Itt egy nagyon éles versenybe kell természetesen helytállni, de ez megvannak a megfelelő alapok, tehát ezeket kell tovább fejleszteni, és ehhez a különböző vidékfejlesztés és agrártámogatások biztosítják azt a hátteret, amit mondjuk egy osztrák gazda, vagy egy német gazda és termelő, vagy egy francia gazda, aki egyúttal valamilyen termelőkapacitásra is rendelkezik, évekkel, évtizedekkel ezelőtt már megkapott a saját államától, uniós forrásokból. Ez egy felzárkózási folyamatnak a része, és ezért nagyon helyes, hogy a kormány a most felszabaduló forrásoknál megemelte a vidékfejlesztési támogatásokhoz hozzátett nemzeti önrészt, és a gazdaság újraindításának jegyében azokat a pénzügyi alapokat is megemelte, amelyeket a vidék kap. Ez egy helyes kormányzati gazdaságpolitikának az eredménye, Orbán Viktor miniszterelnök úr munkájának, Varga Mihály pénzügyminiszter úr munkájának az eredménye, és mindazoknak, akik azért dolgoznak, hogy az ország kellően jó gazdasági állapotban legyen, mert anélkül ezek a programok nem lennének elindíthatóak. És ennek az eredményét azért szerintem fogjuk látni az üzletek polcén, épp úgy, mint a foglalkoztatási mutatóknál, a jövedelemnél. A kínálat mellett azért eddig is lehetett, a jelenlegi kínálat mellett lehetett azt látni, hogy jó néhány olyan termék van már a piacokon, amelyek a legjobb kategóriába tartoznak, minőségiek, érdemes belőlük vásárolni. Hát elég arra gondolni, hogy néhány évvel ezelőtt mondjuk egy-két valódi szőlő volt az üzletek polcain, inkább ilyen ízesített italok voltak. Most, hogyha megnézzük ugye a mezőgazdaságnak a fejlődését, akkor látszik, hogy egy egész repertoárban már kézműves, jó minőségű, valódi gyümölcs alapú szőlőkből, vagy lekvárokból, vagy savanyúságokból. Sőt, egyre több van. Hát ezt a folyamatot kell tovább erősíteni. Tehát a meglévő feldolgozóknál olyan pluszforrások szükségesek, olyan fejlesztési támogatások szükségesek, hogy tudják növelni a termelésüket.
Erre jó példa egyébként Karckon az Agrosprint, amely Magyarország legnagyobb zöldség, gyümölcs feldolgozó hűtőipari vállalkozása, és most éppen egy telephely bővítésen dolgozik, azért, hogy még több alapanyagot, szántóföldi zöldséget, gyümölcsöket tudjon feldolgozni, és ezáltal a belső piacon, illetve a export piacokon is tudjon elhelyezni belülük. Ez jövedelmet és idehaza munkahelyeket jelent. Itt is egy százas nagyságrendű létszámbővítés fog majd megtörténni, arról nem is beszél, hogy a termelőknél konkrétan, akik ugye beszállítanak a feldolgozóba, ott is biztosabb megélhetés, sőt tovább foglalkoztatást fog ez jelenteni. Ez egy helyi példa, de hát ilyen példáknak az ezrei lehetnek azok, amelyek a magyar mezőgazdaságnak a tovább fejlődését mutatják majd, hiszen az elmúlt 10 év egy stabilizálási időszak volt, egy válsághelyzetből, 2015-i válsághelyzetből kellett kijönni, amikor gondok voltak az értékesítéssel, az árakkal, az agrártámogatások kifizetésével, elmaradott jogszabályokkal. Nagyon nagy volt az importnyomás, és akkor onnan haladunk most abba az irányba, hogy minél többet tudjunk exportálni. A piaci verseny az most is kemény küzdelmet jelent, 75-80% körüli a üzletek porcén a magyar élelmiszerek aránya, hát ez célszerű minél magasabbra emelni. Látszik, hogy itt még van tartalék, de az igazi tartalék az, hogyha a külföldi üzletekbe tudjuk a magyar élelmiszerek arányát növelni, hogy oda el tudunk adni termékeket megbízható piacokra, jó fizető piacokra, akkor annak az egész ország látja a hasznát, és ami fontos, az élelmiszer feldolgozók és a termelők, illetve az ott munkálkodók is egyaránt. Az Európai Bizottság május 3-án a nagykunsági szilvapálinkát eredetvét termékként nyilvánította az Európai Unióban. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert a karcegi nagykunsági szilva az is egy nemzeti ital. Itt mi nálunk pedig tényleg a rendezvényeknek, a család összejöveteleknek egy elmaradhatatlan kelléke. És úgy érdemes minőségi élelmiszerrel, italokkal foglalkozni, pálinkával is, hogyha tudjuk azt, hogy megvan egy jogi keretrendszer. Tehát éppen már ez egy beérő munkagyümölcse a pálinka, mint nemzeti ital, meg vannak a pálinka termő régiók, hát tudjuk ezeket a régieket, Kecskeméti barac, Gönci barac például ebbe a kategóriába tartozik, azok már régen is eredetvédettek voltak, legalábbis belföldön. De a nagykunsági szilva és a még folyamatban lévő nagykunsági bírs az nem volt olyan jó körülhatárolt, jogilag és gazdasági szempontból is védett termék. Ebben az esetben egy belföldi eredetvédelmi eljárás már lezajlott, és az Európai Uniós, ami azért némileg tovább tart, az is most megtörtént. Ez azt jelenti, hogy a itteni termékleírás szerinti pálinkát, amihez megvan, hogy milyen arányba kell veresszilvát, belcencei szilvát, más szilvákat tartalmaznia, itt helybe kell teremnie, az csak ebben a régióban lehet előállítani, tehát nem gondolhat mondjuk olyat egy pesti kereskedő, hogy fölvásárolja a zöldségpiacról a maradék szilvát, amit a vevők nem vettek meg, aztán főzett bele pálinkát, és akkor elkezdi címkézni, hogy hát ez mondjuk nagykunsági szilva, vagy karcegi szilva pálinka. Tehát így ebben a formában földrajzilag a tájegység is a védelem alá tartozik, és a termék maga, a terméknek a neve is. Mondhatják sokan azt, hogy ez a termék még alig létezik, vagy nem nagyon van. Hát van néhány olyan kereskedelmi főzde, Karcagon a Aikun név alatt a Cefre doktor, például Tiszaföldváron a Szicsek főzde, amely palackoz pálinkát, nagykunságit is tud palackozni, de hát a többiek azok még nem szálltak bele ebbe a történetbe, ez az üzletről szóló értékvédelem és üzlet együtteséről szóló dolog. Én azt mondom, hogy most kell levédeni, amikor még az elején vagyunk a dolognak. Maga az uniós eredetvédelem, a belföldi eredetvédelem is egy néhány év alatt kezdett újraéledni, amikor a minőségi élelmiszerek és italok után megnőtt az érdeklődés. De azért emlékezzünk vissza, hogy annak idején mondjuk Tokajt csináltak a szlovének, meg az olaszok is, évekig kellett pereskedni velük, és aztán ezek az eljárások lezárultak, hát jobb ennek elébe menni. És mivel a pálinka körülbelül 15 év alatt jutott el erre a szint, hogy minőségi legyen, exportcikk legyen, megélhetést jelent, települések számára értékhordozó, közösségek számára értékhordozó, szerintem még az van előtte, azért még van előtte kifutás, tehát érdemes az értékvédelmet, a jogi hátteret most biztosítani, addig, amíg még a kezünkben van ez a érték, és nem kezdték el hamisítani mások.
Számos beruházás, fejlesztés van folyamatban Karcagon. Ami a fejlesztéseket illeti és Karcag jövőbeni dolgait, hát én most is tettem egy-két kört a városban, ügyeket intéztem, bevásárlás, stb. A hétvégére, és ami látható, az szerintem az ember, ha keresi a szavakat, úgy tudjuk megfogalmazni, hogy Karcag növekedik. Növekedik. Tehát a területében is, hiszen ahol eddig egy városszéli nádas gödör volt, oda épül egy ipartelep, ahol egy legelő, vagy inkább annak a hely egy rongyfőd volt itt a város szélén, oda a Penny logisztikai bázisa épül, hatalmas pillérek vannak, fölfele is növekedésnek indult a város, vele szemben az ipari parkban hulladékfeldolgozó üzemek épülnek, ott is már az alapozásnál tartanak, nagy napelempark készül, három részből álló napelempark, öntözésfejlesztés zajlik, ez ugye nem az urbanizációnak a jele, de a termék mégiscsak itt fog megjelenni. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy mi van folyamatban, hiszen mi van előkészítés alatt, a 4-es autópálya, a milánói kiállítás pavilonjának a közbeszerzése az hamarosan meg fog jelenni, tehát ott is a második ütem előtt állunk. A Rónai Malom, mint látogatóközpont, egyáltalán annak a térségnek a ez egy növekedésnek a jele egyébként, a Erzsébet-liget, vagy inkább annak a helyén lévő területnek a rendezése, fejlesztésre a strandfürdő, a sport létesítmények közötti részen egy jól látható dolog, mind-mind valahol munkahelyet teremt, mert akár a turizmusban, vendéglátásban, akár a feldolgozóiparban, raktározásban, itt kb. 4-500 munkahely fog létrejönni az elkövetkező 1-2 év alatt. Arról nem is beszél, hogy a közlekedési feltételek a javulása az a meglévő vállalkozások számára is egy komoly felhajtó erő. Tehát Karcag növekedik és terjeszkedik, és nekem ez a meglátásom a jövőt illetően, de ugyanakkor Karcag marad, mert ez a belváros, ahol a szép épületeink vannak, ahol ha csak azt vesszük, hogy a volt rendőrséghelyen a járási hivatal kialakítása zajlik, hamarosan megkezdődik a bírósági ügyészségi épületnek a felújítása és bővítése is. Hát ez a belváros, ez azért egy ékszerdoboz a szívünkhöz közel álló, és ez nem fog változni. És maga a település annak a milliója is megmarad, olyannak, amilyennek szeretjük a Nagykunság fővárosának, miközben a szélein azért a fejlődés is jól látható, és ez így együtt alkot majd egy teljes kerek egészet. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!